Napvitorlák, új fák, rengeteg növény, közösségi terek és babakocsi parkoló. Ilyen lesz a feneketlen tavi játszótér a most zajló nyári felújítás után. A feneketlen tó körüli park több ütemben tervezett felújítását 200 milliós büdzséből készült megvalósítani a tulajdonos fővárosi önkormányzat, de a beruházáshoz Újbuda is csatlakozott 100 millió forintnyi önrésszel. Ennek eredményeképp végre illemhely is lesz a parkban, na meg rengeteg új játék. Egy automata vécét csináltunk közvetlenül a játszótér mellé, és most jelenleg elindult a nyári időszakban a játszótérnek a felújítás, ez körülbelül szeptemberre lesz kész. 4 új játékelemet fogunk létesíteni, ezek közül az egyik vízes elem, az a nyári melegbe biztos, hogy nagyon jót fog tenni. Ezek mellett egy csomó napi torlát fogunk kihelyezni, szintén, hogy árnyékosabbá tegyük, és hogy hosszú távon is árnyékos legyen, ezért elültettünk a homokozó közelében 4 darab új fát. Működnek a árnyékoló berendezések, és amikor megnőnek a fák, akkor már nem lesz rájuk szükség. A területen új padokat, piknikasztalokat helyeznek ki, de felújítják a homokozók rönkfa szegélyeit, melléjük pedig új rönkülőkéket telepítenek. Megújul a kosárpalánk, kijavítják a sérült játékokat, a játszótérre is köré pedig több mint 1000 tő évelő növényt telepítenek. A projekt során megújul az ülőfiú szobra és környezete. A játszótér végleges képe közösségi tervezés útján alakult ki, ami annyit tesz, hogy a lakók is beleszólhattak a tervezésbe. Ugye az egyik vélemény az az volt, hogy nagyon nehezen lehet babakocsival a tó felől megközelíteni, tehát a tó felőli bekötést, azt éppen ezért térkővel fogjuk leburkolni, és belül lesz egy teresedés, ahol babakocsikat le lehet rakni, új padok lesznek, új asztalok lesznek. A fő tájépítész elárulta, a következő ütemben a tó és a Szent Imre templom közötti parkrész újul meg. Ezt nagyon sokan használják diákok, tehát ott van közelben 2 gimnázium is. Nagyon sokszor oda kiülnek, ücsörögni, közösségi életet élni, stb. És ezt a fajta életérzést szeretnénk egy kicsit azzal följavítani, hogy több olyan lehetőséget adunk nekik, ahol ilyen ülőfelületek vannak, ilyen dekkek vannak, ahol le tudnak feküdni, ücsörögni, beszélgetni egymással. A 300 milliós keretet nem csak a feneketlen tóra költik, jut arra is, hogy a Kosztolányi Dezső tér újra a régi fényében tündökölhessen. Megújítják ugyanis a tér régóta tönkrement vízarchitektúráját is. A környékén az a mészkő burkolat az jelentős mértékben meg van repedve, sérült. Ezeknek a javítása fog megtörténni, újra fog üzemelni a vízjáték, és graffitimentesíteni fogjuk azt a meteorológiai állomást is, amivel ez egybe van integrálva. A projekt során költenek arra is, hogy a Bartók Béla úton balesetveszély miatt kivágott platánok helyett új fákat ültessenek, az igen költséges Stockholm módszerrel. Így a fák képesek lesznek nagy lombot ereszteni.